Kapálnak a fiatalok az egyik szombathelyi kertészetben. A diákoknak naponta reggel 6-tól délután 2-ig tart a munkaidő. A feladatunk az a kapálás most. Választani meg, azért választottam meg, szeretek kertészkedni. 2 hétig fogunk dolgozni, és körülbelül úgy 30 ezer forint körül fogunk kapni fizetést. A tapasztalatok szerint sokan jelentkeznek ilyenkor diák munkára iskola szövetkezeteknél is. Az érdeklődők létszáma az előző évekhez képest nem csökkent, a munkaadó cégek pedig egyre nyitottabbak. Jellemző az, hogy inkább a folyamatos munkát részesítik előnyben a cégek, tehát azok a cégek kevesebben vannak az idei évben, kicsit az előző évben is egy csökkenő tendencia, akik kizárólag a nyára korlátozzák a megrendeléseiket. 564 forint a minimál órabér, de figyelembe veszik a szakképzettséget is, így ennél többet is lehet keresni. A nyári diákmunkát a kormány is támogatja. Ez egy új elem a munkahelyi szervezet életébe. Júniusban megkérdeztük az önkormányzatokat, illetve intézményeiket, hogy hány diák foglalkoztatását tudnák támogatással vállalni. Ezt az adatot összesítette a minisztérium, és országosan 7500 fő foglalkoztatásához adott le támogatást. Az előzetes felmérés szerint Vas megyében 170 fiatalt tudnak a megkérdezett cégek foglalkoztatni, erre 34 millió forintos támogatást ad a kormány. A programhoz vállalatok csatlakozhatnak még, így munkalehetőséghez is többen juthatnak majd.